értelmesen vett fel láthatóan a Fidesz egy kérdést, hogy hogyan lehet megoldani a nyugdíjrendszer stratégiai problémáját, ami nem elegendő csak a korhatár, meg hogy egyéni számlásrendszer, hanem az egész népesedés politikával függ ez össze, akkor azonnal ezt már beviszik a negatív kampányba, minősítik, beszorítják őt, és láthatóan ellehetetleníti, ha ezt a kampányt folytatja tovább a szocialista párt, akkor visszaigazolja azokat a félelmeket, amelyek korábban is felvetődtek, hogy nem érdemes a szocialistákkal vitatkozni. Hát amikor érdemi kérdést hozol szóba, azonnal a nyakadba rakják a lasszót, és azonnal ijesztetik már a társadalmat. Ha meg nem mondasz semmit, akkor meg a Fidesznek nincs programja, igen. Ugye akkor meg tehát ez a lózója. Dolgozni kell keményen a szakmai programokon, és amikor majd felhatalmazás lesz rá, akkor elő kell állni. Minden előre szükség lesz ahhoz, hogy az ország előtt álló problémákat rendbe tegyük. Ezért nem mindegy, hogy milyen típusú kampány van. Mert hogyha a szocialisták ezt a fajta teljesen elvakult és szembe menő negatív kampányt folytatják, akkor esély sincsen arra, hogy normális hangon el lehessen kezdeni tárgyalni arról, hogy hogyan lehet mondjuk a baloldali ellenzéket bevonni azokba a programokba és abba az ország újjáépítésére, amiről én mindig szoktam beszélni, hogy egy újfajta nemzeti megállapodási rendszert kell létrehozni. Stumpf Istvánt, a Századvég Alapítvány elnökét, egykori kancellária minisztert hallották.